Köszöntöm Önöket, kedves nézőnk, és köszöntöm a stúdióban Schulz József polgármester urat. Üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit, és mivel először vagyunk most képernyőn, ebben az évben boldog új évet kívánok mindenkinek. Polgármester úr, valóban ebben az esztendőben először találkozunk itt a stúdióban, és beszélünk az önkormányzat előtt álló feladatokról, de mielőtt azokat a feladatokat vennénk számba, amelyekkel így az év elején szembe találkozik az önkormányzat, ha visszatekintünk, ha 2012-es esztendőt kellene értékelni sikeresnek, elfogadhatónak találja, hogyan nevezni, mi a véleménye? Hát mindig nehéz kérdés egy évet értékelni, ugye, de azt gondolom, hogy azért mindenképpen sikeres volt a tavalyi év. Nagyon sok nehézséggel kellett olyan módon szembenézni, hogy ugye változtak a jogszabályok, változott tulajdonképp az egész közigazgatási rendszerünk, és előre meg folyamatában ezt nem tudtuk mi még, hogy mi fog belőle kisülni. Azt tudtuk, hogy nekünk az a dolgunk, feladatunk, hogy minél hamarabb a jogszabályi változások, azok megjelenjenek a mi dolgainkban is. És ennek úgy gondolom, hogy sikerrel eleget is tettünk. Másik fele pedig ugye, hogy a jogszabályokon kívül mondjuk azt gondolom pályázatilag is sikeresek voltunk, hiszen nagyon sikeres beruházások vannak mögöttünk, ugye a legnagyobb az iskola energetika volt, de nem volt számos más kisebb beruházásunk is. És hát pénzügyileg meg egyértelműen sikeres, mert eleve a költségvetés azt gondolom jól sikerült megcsinálni, illetve hát pozitív mérleggel zárt az önkormányzat, szerintem ez nagy dolog a mai időkben. És ugye ezt nem úgy értük el, hogy többletkiadásra kényszerítettünk volna bárkit is, hanem nyilván a költségek csökkentésével. Meg hát egy nagyon-nagyon fontos dolog történt, ugye az önkormányzati adósság átvállalás, ami, ugye hangsúlyoztam, hogy Újhatjának nem jelentett problémát az, hogy a hiteleit fizesse, mert ezt kalkuláltuk a költségvetésbe, viszont ez a jövőben egy nagyon nagy könnyebbség lesz számunkra. Ha már ezt a tényt említette, akkor hogyan lehet kihasználni azt, hogy ez az adósságállomány eltűnt, illetve hát átvállalta a kormány? Milyen előnyök származnak ebből a település szempontjából? Igazából én azt gondolom, hogy ez az adósság átvállalás egyfajta szabadságot ad a településeknek, meg felelősséget is. Szabadságot egyfelől azért, mert megszabadul a törlesztő részletektől, kamatoktól, azok a pénzügyi eszközök felszabadulnak az önkormányzat a település számára, amit addig ezekre fordított. De felelősséget is jelent, hiszen most már nagyon korlátozott a hitelfelvételi lehetőség a településeknek, úgy gondolom, hogy helyesen, mert hogy ezeket a hiteleket majd vélhetően csak fejlesztési célra, és csak mondjuk pályázatok kiegészítése szempontjából lehet fölvenni. Ilyen módon nagyon felelősen kell továbbra is, vagy ha lehet, még felelősebben kell az önkormányzat anyagi eszközeivel gazdálkodni minden településnek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Igazából 1-2-3 év, mire ezt látja mindenki szerintem, de meg kell mondjam, hogy véleményem szerint ez összességében az államháztartásra jó hatással lesz hosszú távon. Ha már a pályázatokat említette, polgármester úr, ugye a tavalyi esztendőben, ahogy ön is említette, az iskola energetikai pályázata volt egy nagyobb léptékű megvalósult projekt. Ha jól tudom, akkor a szennyvíztisztító telepre is szeretnének pályázni. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Ezzel kapcsolatban ugye a tervek nagyjából egészében kész vannak. Ugye ez a pályázat, ez nem Újhartyán egyedüli projektje.
A szennyvíztisztító telepünk az Kakucs községgel közös, úgyhogy ezt közösen fogjuk végigvinni ezt a pályázatot. Ez ugye időszerű, hiszen szükségeltetik egy bővítés, meg egyfajta technológiai korszerűsítés is a telepen. És hát ugye, mint a két önkormányzat tulajdonában lévő telep, ezért lehető leggondosabban kell eljárnunk, hogy ez mindig tudja szolgálni a lakosság, illetve az itt jelenlévő cégeknek a szükségleteit. De nagyon fontos pályázatok lesznek még, hogyha módunkban áll ugye az úgynevezett, már sokszor beszéltem erről, Grasalkovics projektet is szeretnénk pályázati pénzzel megtámogatni, amennyiben lehetséges. Illetve egyéb fejlesztések is szükségeltetnek. Ugye önkormányzat az folyamatosan rajta van az úgynevezett körforgalom ügyön. Én úgy gondolom, hogy az újhattyani önkormányzat eddig is mindent megtett azért, hogy ez meglegyen. Ugye a Magyar Közúttal megbeszéltük, hogy megterveztetjük a körforgalmat, illetve amennyiben pályáznak, akkor a pályázati önrészt is vállalja az önkormányzat. Ugye sajnos az eddigi esetekben visszadobták azzal a pályázatot, hogy nem elég baleset veszélyes. Most tudjuk, hogy olyan napokban több baleset is történt, és nem csak magát a csomópontot kell nézni, hanem attól 1-2-300 méterre lévő utat is, hiszen hogyha lenne ott egy lassító pont, akkor nyilván lassabban jönnének a járművek is, és kevesebb baleset, kevesebb tragédia történne, ez nagyon fontos. Én nagyon-nagyon szeretném. Igazából nem vagyunk annyira idegesek, hogy fogjuk és megcsináljuk saját magunk, mert nem a mi útunk, tehát mi magunk nem csinálhatjuk meg. Másfél horror összegbe kerül egy ilyen, és ettől függetlenül, mondom, tehát semmiféle anyagi, vagy munka, vagy bármilyen áldozatot nem sajnálunk, hogy az meglegyen. És ha már a közlekedésnél tartunk, nagyon fontos lenne úgymond a zajvédőfal véglegesítése, lezárása, tehát azoknak a pontoknak a kijavítása, ami ugye még nem készült el. Na most ugye ez is egy nehéz helyzet, hiszen nem az önkormányzat tulajdona, sem az autópálya, sem a mellette lévő terület, ez az autópálya kezelői, de ezen is rajta vagyunk. Ha jól láttam, bocsánat, hogy közbevágok ebben az ügyben, azért némi előrelépés történt, hiszen egy ilyen fénytábla jelzi azt az autósoknak, hogy ezen a területen lassítaniuk kell. Igen, és azt kell mondjam, hogy ugye nem csak az önkormányzat van rajta az ügyön, hanem ugye lakosok is elég aktívan közreműködnek, említhetném az Egyed Baláskerekes-Kati házaspárt, és egyébként a közgyűlés elnöke Szűcs Lajos doktor is elég aktívan segíti ezt, hogy megvalósuljon, tehát tényleg szívén viseli ő is az ügyet, úgyhogy azt gondolom, hogy ez hosszú távon azért rendeződni fog ez a helyzet. Ha már az utaknál tartunk, a tavalyi esztendőhöz kapcsolódik, és szerintem azért ez az idei esztendőben is egy lényeges kérdés lesz. Az önkormányzat tervezte ugye egy forgalom, illetve sebességkorlátozó tábla elhelyezését. Ha jövünk különböző helyekről a településre, akkor a 40-es tábla kint van, ugye a Hunyadi utca felől nincs kint a 40-es tábla. Mert hogy nem a mi utunk, és arra Igen. mi nem helyezhetjük ki. Ez nem lesz egy rövid folyamat, mire megállapodunk, hogy mégiscsak kint legyen, hogyha nem indokolt forgalmilag, már pedig ugye, hát az sajnos, vagy nem sajnos a jog része, hogy ami nem a miénk, arra mi nem szabhatunk ki rendelkezéseket, ezt tudomásul kell vennünk. Ennek ellenére mi úgy gondoljuk, hogy ez szükséges. Tehát ha jól sejtem, akkor ez a 2012-ben elkezdett feladat, ez átnyúlik a következő esztendőre, és ugyanaz, ami ugye a körforgalom kérdésében szennyvíztisztító telep. Mi az, amit tavalyi esztendőben kezdtek el, és az idei esztendőben tovább szeretnék vinni? Hát a szennyvíztisztító telepet is tavalyi évben kezdtük el, és véletlenül idén meg fog valósulni.
vagy legalábbis el fog kezdődni a beruházás, hogyha sikeresek leszünk a pályázaton. Ilyen a játszótér projekt is, amit függetlenül attól egyébként, hogy sikerül erre pályázati forrást szerezni, vagy nem, azt el kell kezdenünk. Ilyen tulajdonképp ez az úgynevezett Grassalkovics tér projekt is, amit ugye tavaly már elkészültek a tervek, tehát a közút átalakítását ugye elvégezték, a tervben a Lauter Attila csinálta, illetve elkészült a tér konstrukciója is, ahogy arról az újságban olvashattak, hogy Eli Pityujék családja révén, igen, mondhatom így, és elkészült egy terv is, illetve készülőben van, pontosítás alatt van még, ugye Rizmer Robi révén, ami egy szobrot akar, tehát ez is ugye folyamatban van, és vihetően ebben az évben is ugye dolgozni fogunk rajta, de lehet, hogy még jövő év elején is. Kérdésem, ha már itt a Grassalkovics tervvel kapcsolatban beszélgettünk, a régi óvoda épülete szerves része ennek a területnek. Ha jól tudom, és nézőink is szerintem emlékeznek rá, hogy erre elkészült egy terv. Így van. A terv az milyen szakaszban van? Szeretnék, ha megvalósulna, illetve ha igen, akkor mi kell hozzá? Szeretnénk, ha megvalósulna? Ha rajtunk múlik, meg is fog valósulni. Igazából a kérdés az, hogy ez tisztán a saját forrásból valósul meg, vagy tudunk hozzá pályázati forrást, és ha igen, akkor nyilván minél többet szerezni. És ugye ennek része azért ennek az egész projektnek, ez egy nagyon szerteágazó dolog, de része az egyetlen olyan utcának, amelyik nem volt az utóbbi időkben valamilyen módon felújítva, annak a rehabilitációja legalább belterületen, de lehetőség szerint külterületen is, ugye ez az Arany János utca. Hogyha megvizsgáljuk, a tavalyi esztendőben azért történtek változások a vízművel kapcsolatban, illetve ugye a település gondozta eddig, illetve a település felügyelte a vízművet. Ez most átkerült. Nem. A vízmű Kft. Megmarad, igen, ugyanúgy. Ez ugye továbbra is a település üzemeltetésével foglalkozik, egy kicsit kibővített, egy kicsit más formában. A vízi közmű üzemeltetésének a joga, tehát az üzemeltetés, igen, az került át a Daköv Kft.-hez. Tehát, ha aminek jól értem, egyébként az önkormányzat is tulajdonosa már. Tehát ha jól értem, akkor mindez a fejlesztés, ami idáig megtörtént, hiszen a tavalyi esztendőben, vagy előtte, tavaly előtt fejeződött be ugye az ivóvízminőség javító projekt, nagyon sokat költött rá az önkormányzat, tehát akkor vagyona az önkormányzatnak megmaradt, csak az üzemeltetés került át a Daköv-höz. Az továbbra is a mi tulajdonunk, az üzemeltetést, azt a törvény szerint, ugye vagy az állam végzi, vagy különböző, úgymond csúnya szó, de összeállt társaságok, ugye a Daköv égisze alatt állt össze jó néhány önkormányzat, akik úgy gondolták, hogy ugye akkor így a saját kezünkben marad, így közös tulajdonban az üzemeltetés joga, és ezt a Daköv végzi a továbbiakban. Hasonló, ha lehet egyáltalán párhuzamot vonni, a közoktatási intézmények közül ugye az iskola tulajdonosi váltása, és itt akkor megint ki fog javítani, hogy nem tulajdonosi váltás történt, hanem... Hát az iskolák most már az államhoz tartoznak. Annyiba választhatott a település, hogy átengedi a működtetés, vagyis az épület fönntartása, a taneszközök biztosítása dolgát az államnak, vagy pedig ő kívánja végezni. Ugye Újhattyán úgy döntött, hogy mi szeretnénk ezt végezni, tehát a maga az épület, a tulajdon az az önkormányzaté, tehát Újhattyán községi. A tanári kar
állományban, most már az államhoz, illetve az intézmény fenntartó központhoz tartozik. Az épület tulajdona ugye az maradt továbbra is a miénk, de mi végezzük az üzemeltetést is, tehát a rezsit, ceruza, kréta, taneszközök, ezt az önkormányzat finanszírozza továbbiakban is. Tehát, hogyha a vizes párhuzamnál maradunk, akkor a Dakköv jelen esetben az újhartyáni önkormányzat? Nem, a Dakköv jelen esetben a Klebelsberg intézmény fenntartó központ. A fizetéseket adja, viszont a fenntartáshoz a költségeket újhartyán község önkormányzata biztosítja. Meg a tulajdon is az önkormányzat. Ezek a változások, ezek mennyire borították fel az önkormányzat életét? Nagy változások kétség kívül. Attól függ, milyen értelemben, természetesen azért nehéz szívvel gondol az ember arra, hogy akik eddig a munkatársaink voltak, mert ugye hogy most, hogyha nem egy épületben vagyunk mondjuk a tanárokkal, akkor is ők a munkatársaink, a kollégáink, hát ugye a településért dolgozunk mindannyian, hogy ők most egy másik fenntartás alá kerülnek, máshova tartoznak. Ettől függetlenül ugyanúgy a településért dolgoznak, csak ugye más égisz alatt, tehát ezt nehéz megélni, gondolom, hogy a tanároknak is nehéz megélni. Azonban nyilván ez szükségszerű, hogyha így látja az állam jónak. Költségekbe pedig hát mindig igyekszünk úgy csinálni, hogy egy kicsit jobban járjon a település. Itt is azt gondolom, hogy most így az iskolára, ha a költségeket nézzük, akkor összességében a település jobban jár, mint eddig. De nyilván örültünk volna, hogyha a teljes ráhatásunk van, de nyilván annak is oka van, hogy az állam meg azt mondja, hogy mostantól ő fogja ezt a részét felügyelni az oktatásnak. Ezt tudomásul kell venni egy településnek. Mi igyekszünk azért megkönnyíteni a tanáraink dolgát is, meg az egész oktatás ügyét, tehát azért mi úgy éreztük, hogy fontos az, hogy mi is kivegyük a részünket, ezért vállaltuk a működtetését az épületnek, az iskolának. Polgármester úr, ezek az események, amelyekről beszéltünk, tehát akár az iskola, vagy az egyéb intézmények tekintetében eléggé sűrűsödtek az év végére. Igen. Tehát elég nehéz volt az évzárás. Van-e még olyan feladat, ami ezekkel kapcsolatos, tehát amit még le kell zárni az önkormányzatnak, vagy ezek az átalakítások befejeződtek? Én azt gondolom, befejeződtek, viszont ugye, mint minden új dolog, és ide sorolnám a járási kirendeltséget is, vagy ügysegébi irodát, attól függ, hogy nem tudom most pontosan, hogy melyik a hivatalos neve. Ugye ez is egy új dolog, a maga a járási intézmény is, hiszen ez nem a 80-as évek járása, hanem ez egy új dolog. Ezek mind új dolgok, ezek fognak alakulni, kicsit formálódnak, csiszolódnak, de alapvetően a keret az nem fog változni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek lezárultak, majd nyilván ugye alkalmazkodni kell bizonyos helyzetekhez, bizonyos helyzeteken csiszolni, de szerintem ez nem fog gondot okozni sem az intézmény fenntartó központnak, sem a Dakövnek, sem a járási hivatalnak és az önkormányzatnak sem. 2013 milyen új feladatokat hoz az önkormányzat elé? Persze mindannyian tudjuk, hogy a februári hónap az a költségvetés jegyében zajlik majd, illetve annak összeállítását kell elvégezniük. Ha csak ezt nézzük első körben, hol tartanak? Előzetes számítások történtek már? Azok már, hogy is van, január 3-án kezdtünk dolgozni, már a jegyzőasszony is akkor, meg én is akkor ami január 2-a volt az első munkanap, de már tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy január 2-án este megkezdődtek ennek a számításai. Tehát ugye én is otthon, mikor készültem arra, hogy most új év és megyünk be, akkor már úgy számolgattam, hogy akkor ha
nagyjából a tavalyi feltételek teljesülnek, akkor hol lesz plusz, hol lesz mínusz, összességében ez mit jelent, hogyha ez pozitív, mérleg, már pedig pozitív, akkor ezt mire tudjuk fordítani, hol kéne erősíteni a különböző szektorális kiadásokat, illetve mi az, ami ezek után maradhat fejlesztésre, és az milyen fejlesztésekre. És hát ugye a pénzügy is a napi teendői mellett dolgozik ezen, tehát persze ez folyamatában megy, ilyenkor ez másfél hónap őrület, ha lehet így mondani, de ez fontos ahhoz, hogy jól becsüljük meg az évet, jól tisztázzuk azt előre, hogy körülbelül milyen dolgok várhatók. Egyébként a fejlesztések mellett azért lesznek még fontos momentumok. Ugye készülni kell rendezvényeinkre, készülni kell az évközben esetlegesen fölmerülő problémákra. Ugye viszontlátogatást tesznek nálunk a Freiberg-díjak, ez is egy nagyon fontos esemény, erre is fel kell készülnünk megfelelően, úgyhogy lesz teendő a fejlesztések meg az üzemeltetés mellett is, illetve, ami még nagyon fontos, ugye a település üzemeltető Kft., ugye a UVOKIP Kft.-nek az új feladatainak a megszabása, az új keretek, hogy hogyan kell dolgozni ebben, valamint ugye az Őrzővédő Kft.-nek a továbbvitele, ami ez egy nagyon hasznos dolog a falunak, és hát mindig mindenem van mit javítani. Aki azt mondja, hogy most így minden nagyon jó, bármiben, nem csak egy település üzemeltetésében, vagy életében, az szerintem mindig tévúton jár, mert olyan nincs, az csak mondjuk a Jóisten tud alkotni olyasmit, ami tökéletes, amit meg nem a Jóisten csinál, azon mindig lehet csiszolni, javítani. Ilyen új hartján is, tehát mindig van tennivaló, és ez így van rendjén szerintem. 2013 akkor úgy a csiszolásoknak az éve lesz a meglévő feladatokat úgy alakítani, hogy minden jó legyen? Hát meg esetleg még érhet bennünket egy nagy pozitív meglepetés, amiről még nem szeretnék semmit elárulni, mert babonás vagyok, de hát ha. Akkor ez az, amit nem árulunk el a nézőknek, de azt azért áruljuk el, hogy 2013-tól mit várnak. Biztos, hogy beszélt már a képviselőtársakkal, milyen év lesz 2013 önkormányzati szempontból? Én azt gondolom, hogy ahogy eddig is minden évben javult a mérlegünk, úgy ezután is, tehát én folyamatos javulást várok, ami azt jelenti, hogy egyre több pénze lesz az önkormányzatnak, amit a településre fordíthat. Tehát, hogyha racionálisan végezzük a kiadásbevételek tervezését, illetve folyamatát, akkor azt gondolom, hogy több pénz jut a falura, és az egy jó dolog. Én ennek a folytatását várom. Pontosan ugye az állam intézkedése miatt a adósságátvállalás, illetve annak a rendszernek az átalakítása, ami az eddigi adópolitikát jellemezte. Például eltűnt az adóerőképesség, igaz, csökkent a gépjármű adó itt maradó része, illetve az SZIA itt maradó része is, de ez összességében a teljes gépjármű adó és a teljes személyi jövedelem adó az kevesebb, mint amennyi adóerőképességet fizetett eddig a település. Aki esetleg nem tudja, mert beszéltünk már róla, adóerőképesség az azt jelenti, hogy ha egy településnek úgymond túl sok volt eddig a saját bevétele, akkor az állam felé fizetni kellett, hogy azt más településekre átcsoportosítsa. Kiegyenlítve a hátrányos helyzetű településeknél. Én mikor kezdtem ezt a munkát, akkor 9 millió forintot fizettünk adóerőképességbe, annyit kellene. Ez utóbbi pár évben már olyan 60 és 70 millió forint közötti összeg volt évente. Tehát ez egy nagyon súlyos nagy tétel, és ettől megszabadultunk, és ez összességében ez is egy pozitívum. Annak ellenére mondom, hogy a gépjárműadó és az SZIA csökkentek, az itt maradó részek.
És én azt várom, hogy ilyen módon ugye pozitív legyen a mérleg, nagyobb legyen a település pénzügyi szabadsága. És hát ami még nagyon fontos, hogy meg kell néznünk azt, hogy mely területekre kell többet, kevesebbet fordítanunk, mert az az igazság, hogy ugye az önkormányzat végzi a fejlesztéseket, az önkormányzat végzi a pénzügyeket, viszont az, hogy mondjuk mennyi szociális keret kell, azt nyilván a szükség dönti el. Azt, hogy mennyit tudunk mondjuk a civil társadalomra fordítani, azt is az igények döntik el. Na most itt nem arról van szó nyilván, hogy ezt az önkormányzat áll, azt az önkormányzat áll, hanem az, hogyha aktív civil élet van, akkor ugye ezt az önkormányzatnak nyilván kötelessége minél jobban támogatni, hiszen annál jobb a településnek is. Aztán ugye nem tudjuk azt, hogy hányan szeretnének házat felújítani, fiatalok, hányan szeretnének házat vásárolni, építeni, de hát arra is mindig kell, hogy legyen pénz, hogy ugye a helyi fiatalokat ezzel támogassuk a rendeletünk szerint. Tehát ezeket mindig évközben felmerülő igények döntik el. Nekünk ugye az a dolgunk ezzel kapcsolatban, hogy erre azért mindig legyen forrás, mert az fontos. Polgármester úr, az elkövetkezendő napok feladatai akkor a költségvetés körül folynak? Igen, illetve még az nagyon fontos, hogy ugye most lesz hétvégén a Batyus Bál, illetve jövő hétvégén a Sváb Bál, ugye ezeken részt kell vennem, és nagyon kell vigyáznom, hogy ne táncoljak, mert az a fajta jelenség, amit nem bír el az emberi tekintet, illetve az emberi elme képtelen feldolgozni az én táncomat, és bár nagyon sokszor kérnek, hogy tegyem meg, én ellenállok ennek, hiszen kímélem az embertársaimat, de nyilván ott leszek, és hát nagy örömmel teszek eleget mindkét meghívásnak, és arra bíztatok mindenkit, hogy aki szeret mulatni és tud is táncolni, az menjen el és táncoljon. Én köszönöm szépen, polgármester úr, hogy elfogadta a meghívást. Azt hiszem, hogy ez most egy kicsit könnyedebb beszélgetés volt, és a február vagy esetleg március, amikor már költségvetés és számadatok ismeretében beszélünk, akkor bízom benne, hogy akkor is ugyanígy mosolyogni fogunk. Én is bízok benne, és egyébként ugye, bár mondtam, hogy a tavalyi év az elég jól sikerült, év elején nem mosolyogtam annyira, mint most. Most azért mosolyogok annyira, mert sokkal bizakodóbb vagyok, mint tavaly. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és akkor kedves nézőink, ahogy polgármester úr is felhívta az önök figyelmét arra, hogy mondjuk a település egyik jelentős kulturális eseménye február első hétvégéjén a Sváb Bál, jöjjenek el, hát ha táncra tudjuk bírni Újhartyán polgármesterét. Nem, kizárt. És bízom abban, hogy egy hónap múlva a polgármester úr akkor ugyanígy az önkormányzat előtt álló feladatokról, és jó hangulatban, és vidáman tudunk beszélgetni. Köszönöm. Mindben, én is köszönöm a meghívást, és hát mindenkinek, akit illet, és aki tud táncolni, annak jó báli időszakot kívánok. Mag Televízió. Önökért vagyunk.